Folytatjuk ezt a kis összeállításunkat Szenes Hanna költeményeiből, Juditká. Most én szeretnék valamit mondani. Valamit, ami több, mint a szó. Tarkább a színnél, zengőbb a rímnél, amit nem mondott előttem millió. Valamit. Hallgat köröttem a föld, várakozón bámul rám az erdő, kíváncsi szemmel néz rám az ég is, minden hallgat, és hallgatok én is. Talán az utolsó Budapesten született verse, mielőtt Palesztinába ment volna. A vers címe Kék. Mentem keresztül a Margit hídon, nem volt még este, csak alkonyodott. A nap a hegy mögé már lebukott, levegőt hozott a Duna szele. Budai illat is vegyült bele. Néztem alattam a Duna vizét, lassan hömpölygött hatalmas teste, kék takaróval fette az este. Kék volt a sirály, amely habját súrolta, kék az örvény, mely a pillért karolta, valami kék áradt belőle szét. Szemem áttért a szemközti hegyre, kék palást borult rá, két büszke vállára, kék fátyol szállott le a citadellára, kék fényben csillogtak a házak lámpái, kék ruhát öltöttek a parkok nagyfái, valami kék ömlött mindenből egyre. Néztem, mint ragyog fölöttem az ég. Valami kék árad belőle széjjel, kék üzenetet küldött az éjjel, magasan végtelen kék tenger terült el, egy felhő érkezett, a kékbe merült el. Valami kék szállott, valami kék volt a víz és a hegy és az ég. Két halvány árnyék csík bontotta szét az eget, hegyet és Dunavizét. Mese volt, álom volt, tündérvilág. A tavasz ment mellettem a hídon át. Készária, csend, hallgassatok mind. Ott a fövényen túl, a drága ismerős parton, a közeli aranyos parton, hazai otthon int. Makacs, végmenetben, daltalan és csendben, idegen nép közt lépve, a jövő múlt elébe, Készáriába. És a romvárosba érve, súgjuk majd halkan, félve. Íme, visszatértünk, s a sziklák csendje felel. Vártalak 2000 éve. Aratás. Fekete földünket szántja a népünk, aranyos kévét arat a karja, mire a kalász a földet takarja, szín aranyától csillog a képünk. Honnan az új fény, honnan az új hang, honnan a csendülő, zengő új ének, honnan az új harc, honnan az új hit? Te tőled, földem. Te tőled, émek. A testvérekhez. Ha mi hagytuk abba, vegyétek ti nyakba a nehéz hatalmas jármot. Homokos talajra építsetek újra itt a kék ég alatt mindent. S tudjátok meg,
a hála és igazság ára drága. Ember, köröttem háborús mágiák tűzvésze lángol, véres viharú tenger, és én föllobbantom kis lámpásomat, és kutatom, hogy hol lehet az ember. A lámpás sápadoz a mágiák lángja mellett, szemem belévakul az izzó fénybe már. Hogy lássam, lessem? Hogy ismerhetem meg, ha majd elébem áll? Jelöld meg őt, uram, jeletvés homlokára, hogy míg e vadkor tűzbe vérbe leng el, a tiszta, örök szikrát látva lássam, és jöjjön el, kit szomjazom, az ember. Anyámnak, hol tanultál könnyet letörölni, fájdalmat rejteni lelkedben, bánatot, panaszt eltemetni, sírást és kínt, hogy csendesen. Hallgasd a szél szavát, hegyen és völgyön át, tátott torokkal kesereg. Nézd a tengert, üvöltve renget, s korbácsol sziklahegyeket. Az egész természet zeng és reng, a gátat, formát szétrepeszti. Honnan a szívedben ez a csend? Hol tanultál hősnek lenni? Egy perc. Elmúlt évezredeknek és az utánam jövendőknek határán állok, és ifjúságom perzselő csókjával megcsókolom kinerett örökké valóságod. Én csupa láng voltam, te, aki voltál. Arcod hűvös volt, gondtalan, rugalmas, lágy bársonytested elnyúlt a hegység karjaiban. És én most elmegyek, visszajövök-e, s mikor, azt nem tudom. De az örökké valóság csókja égni fog az ajkarom. Kineret. Meghalni. Meghalni ifjan. Nem akartam. Szerettem a dalt és a fényt, a melengető napot. Két csillogó szempárt, háborút, romlást, nem akartam én, nem akartam. De a sorsom, hogy éljek máma pusztuláskor, vérontásban, hát Istennek legyen hála, hogy megadatott itten élnem, és meghalnom, érted, hazám, földem. És most az én tisztem bejelenteni, hogy a Galuti lány hóráját a Shabbat Song előadásában halljuk. Zajongó rengő, dübörgő hóra, elkap a forgatagába, öröm és búnak, hangjai búknak, ragad a ritmus varázsa. Dobban a láb, pörög a lánc, reszket a váll, lángol a tánc, liheg a dallam, az ének szótalanima. A jövő az alkotás istenének. Zajongó rengő, dübörgő hóra, elkap a forgatagába, öröm is búnak, hangjai búknak, ragad a ritmus varázsa. Egyszerre csak,
Egy látomány lebeg, a motkarom leválik a láncról. A viharzó tánctól elszakadok, a közeli távoli magához láncol. Tengerkék szemem, hallgató bánat, dacos a száj, kérdő kemény. Megejt a csend, állok dermedten, száz között ketten, anyám és én. Kaluti lány hórája, Szenes Anna versét Szent Királyi György zenésítette meg. 1999-ben Dénes Gábor filmrendező csinált egy dokumentfilmet, amiben interjút csinált Izraelbe is Szenes Györgyel, Hannának a testvérével. Majd elmondja inkább, mint hogy én itt dumálják. Dénes Gábor. Egy mai hírrel szeretném kezdeni. Szenes Hanna, Hanna Szenes, a világhírű, sikeres írónő legújabb könyvének New York-i bemutatása után egyenesen Budapestre repült, hogy délután dedikálja megjelenő új művét. Az írónak nagyon sűrű a programja, fogadja őt Orbán Viktor miniszterelnök, Áder János köztársasági elnök, és holnap visszautazik Tel Avivba dédunokáival, hogy az egyetem díszdoktoraként beszámoljon könyve nemzetközi fogadtatásáról. Ha így lenne, akkor most nem lennénk itt. Ez egy fikció. De itt vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy próbáljuk Hanna Szenes, Szenes Hanna, Szenes Anikó arcát, személyiségét, tettének motivációit valamilyen módon felidézni. Hogy felidézzük azt a történelmi kort, azt a szörnyűséget, 1944-et, amikor 1944. november 7-én a magyar parlament által jóváhagyott törvények alapján kivégezték a 23 éves lányt. Ha most itt az utcán megkérdeznénk embereket, hogy ki volt Szenes Hanna, önök mit gondolnak, hányan tudnák? Hányan tudnák, hogy vajon miért áldozta fel fiatalon az életét? Miközben Izrael, Nagy-Britannia és nagyon sok ország adózik emlékének, szülőhazájában immár 70 éve még mindig csend borul ki létére. Akik itt vannak, önök talán tudják, hogy amikor megkapta a beutazási engedélyt Palesztinába, és hajóra szállt, megértette, hogy egy új világ felépítéséhez nem elsősorban irodalmárokra, filozófokra van szükség, hanem kétkezű munkát végző, jól képzett szakemberekre, akik felépítik az országot. Hirtelen a budai úrilány, aki hozzászokott a melegvizes fürdőszobához, a polgári komforthoz, egy trágyadom tetején találta magát. Szenes Hanna a Nahalali mezőgazdasági főiskolára ment tanulni. Együtt kelt a tehenekkel, tyúkokkal, birkákkal, fejte, ápolta, gondozta őket,
és a legnehezebb munkákat is el kellett végeznie. A többiek furcsán néztek rá, saját bevallása szerint is nagyon ügyetlen volt, és mindig írt valamit, amit a többiek egyáltalán nem értettek. Miután elvégezte az iskolát, egy frissen alakult kibucba ment, Sztodjánba, ez nagyjából Tel Aviv és Haifa között van félúton, ahol a körülmények még borzalmasabbak voltak. Hajnaltól késő estig kellett dolgozni, hajnalban és este felé iszonyatosan hideg volt, párás volt, nyírkos volt a levegő, és az egészet úgy tessenek elképzelni, mint egy korabeli kempingtábor, se fák, se bokrok, csak sátrak, amiben laktak. Egyetlen faépület volt, ahol ettek és ahol beszélgettek. Ez nem messze Cezáriától volt. Cezária pedig a római birodalom egyik fontos székhelye volt. A római birodalom idején itt nem csak vízvezeték volt, gőzfürdő, de vízöblítéses vécé is. A kibuc a fiataloknak azt jelentette, hogy egy közösséghez tartoznak, ahol mindenki egyenlő, mindegy, hogy honnan jött, milyen volt az addigi élete. A munka volt a fontos, de a legfontosabb, hogy 2000 év után ismét felépíthessék, létrehozhassák saját országukat, a zsidó államot. Miközben semmit sem vihettek otthonról magukkal, ami az előző életükre emlékeztetett volna, mégis az otthoni hírek eljutottak a kibucba is. Azok a hírek, amelyek egyre drámaibbak voltak, hogy mi történik az európai zsidósággal. Hanna azt érezte, hogy nem napozhat, nem élvezheti a tájat nyugodtan, amikor otthon egyre kiszámíthatóban közeledik a tragédia. Elhatározta, hogy segíteni fog. Azt érezte, hogy vissza kell menni Palesztinából Magyarországra, hogy a lehetőségekhez mérten menekíteni kell a német és a magyar nácik elől sorstársait, a családját. Az angolok éppen akkor szerveztek egy egészen különleges egységet, ami Palesztinába ment kelet-európai fiatalokból állt. Az volt a cél, hogy a Kelet-Európába lelőtt angol pilótákat, majd ezek a fiatalok összeszedik és segítenek visszajutni az angol hadsereghez, hiszen a nyelvet tökéletesen beszélik, és biztos, hogy nem lesznek árulók. Egy nagyon komoly katonai kiképzés következett, ahol megtanították őket a különböző hatászatra, ejtőernyőzésre, lövészetre, rádióalvadóvevő használatára. És Egyiptomba vitték, és gyakorlatilag ott volt a képzés. 1944-ben Jugoszláviában, ahogy az előbb már hallották, ejtőernyővel dobták le őket. 1944. március 19-én bevonultak Magyarországra a németek, és ebből az egész misszió szinte értelmét vesztette. Hanna elhatározta, hogy mindenek dacára, három társával együtt visszajön Magyarországra, hogy segítsen, hogy történjen valami, hogy hírt hozzon, hogy nem csak mennek innét emberek, hanem jönnek is. Hogy valóban árulás volt-e, vagy a véletlen, de a határtól néhány kilométerre a magyar csendőrök elfogták őket, megtalálták a rádió adóvevő alkatrészeit, Hannát elszakították a többiektől, nagyon keményen megkínozták, és különböző börtönökbe próbálták megpóhítani. Volt a Hadik laktanyába, volt a Konti utcai börtönbe, volt a Margit körúti fegyházba. Abban az időben a magyar kormány jóvoltából kitaláltak egy gumitörvényt, aminek az volt a neve, hogy hűtlenség vádja. Ez azért volt jó, mert nem kellett semmit tárgyalni, hanem mindjárt halálra lehetett ítélni bárkit. Egy dr. Simon Gyula hadbíró
hallgatta ki Anikót, aki azt mondta, hogy hát ez a dolog, ez majd meglátjuk, mi lesz ebből, maga nem válaszol, maga nem mondja el azt, amit mi kérdezünk. Azt akarták kiszedni Anikóból, mi volt a rádió adó vevő kódja. Ezt nem árulta el. Október 15-én itt történt valami, amiről nagyon keveset beszélünk. Horthy délelőtt a rádióba bejelentette a proklamációt, hogy Magyarország kilép a háborúból. A ludovikás tisztek, akik Horthyra esküdtek fel, elárulták Horthyt, délután már Szálasi kezébe volt a hatalom. Szálasi hatalomra jutásával együtt elindult a pokol, a véres utcai leszámolások, miközben a háború már elveszett. November 6-án Szálasi egy gyújtóhangú, uszító beszédet mondott a rádióban, és sokan úgy gondolták, többek között dr. Simon is, hogy hát valami gesztus kéne tenni, és november 6-án tárgyalás nélkül halálra ítélte Szenes Hannát. November 7-én reggel a Konti utcai börtönből a Margit körúti fegyházba vitték Anikót. Azt mondta neki a Simon, hogy hát még kérhet kegyelmet, ha úgy gondolja. Szenes Hanna azt mondta, hogy gyilkosoktól nem kérek kegyelmet. Ezután levitték, és 10 órakor sortűz által megölték. Itt van egy-két ellentmondás, mert miközben a korabeli tanúk azt mondják, hogy a sortűzlövők nem céloztak pontosan, és hosszú haláltusa volt, az exhumáláskor kiderült, hogy Szenes Hannát hátulról tarkó lövéssel végezték ki. Most itt állunk, és meghajtjuk fejünket Szenes Hanna emléke előtt. És hát persze fölmerül a kérdés, hogy mi történt azóta, hogy vajon a cionizmus volt az egyik oka, amiért az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években nem beszéltek róla? Vagy ma is az a fő probléma, hogy egy öntudatos zsidó volt, aki kiállt az elveiért? A világ különböző országaiban hajókat, utcákat, tereket neveztek el Hanna Szenesről. Iskolában érettségi tétel. A kérdés az, hogy Magyarországon mikor lesz az, hogy Magyarországon, miközben 27 Vas Albert szobor van már az országban, mikor lesz egyetlen Szenes Hanna szobor valahol? Mikor lesz az, hogy Szenes Hannát Magyarországon tisztességgel rehabilitálják, posztumusz kitüntetik, és a fiataloknak tanítani fogják? Mi, akik itt állunk, emlékezünk, és meghajtjuk fejünket Szenes Hanna emléke előtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az informatív beszédét Gábornak, csak annyit szeretnék hozzátenni. Gábor mondta, hogy a pokol elindult Szálasival. Szerintem a pokol már rég túl voltunk részből, már 400 ezer zsidót megöltek a gázkamrákba, Auschwitzba, október 15-én, ott már. Szóval a pokol beindult már március 19-én, sőt, szerintem a pokol beindult 1938-ban az első zsidó törvényeknél. Egy utolsó verset, ami nem egy utolsó vers. Igen, az est harmadik tétele Szenes Hanna verseiből. Nem vagy elhagyott. Te nem vagy magányos. A tengered itt lágy csobogással érlelődik reményeid és álmod iránt. Mind reád vártak. Vártak reád a part és a sziklák, a fövény, a fák. Tudták, hogy eljössz egy vak éjszakából.
odafent pedig ezernyi szem. Megértik ők két társukat lenn, kik könnyeket lopnak a tenger árjából. Virágot szedtünk mezőn és dombon, új tavasszellőt szívtunk minnyájan, elöntött bennünket napsugárlángja, meghitt otthonban, hazai tájon. Most messzire megyünk testvéreinkhez, dermesztőtélbe, sötét országba. Elhozzuk nékik a tavasznak hírét, ajkunkon napfény melódiája. Egy hang hívott, mentem. Mentem, mert hívott a hang. Mentem, hogy el ne essem. De a válaszúton a hideg fehérrel betömtem fülemet. És sírtam, mert valami elveszett. Pillantás. Milyen messze, messze elmaradtak emberek, milyen végtelenre tágultak a tengerek, milyen távol tűntek tarka, táncos évek. Milyen bágyat lett a bátor büszkeének. Milyen messze, milyen bágyat. Egy, kettő, három, nyolc a hossza. Két lépéssel mérem a szélet, kérdőjelként lebeg az élet. Egy, kettő, három, tán egy hét is, vagy a hó vége még itt talál, de fejem felett a halál. 23 lennék most júliusban, merész játékban számra tettem, a kocka perdült, veszítettem. Drága édesanyám, nem tudok mit mondani, csak kettőt. Millió köszönet. Bocsáss meg, ha lehet. Te tudod nagyon, miért nem kellenek a szavak. Végtelen szeretettel, lányod. Boldog a gyufa. Boldog a gyufa. Mely elég veszítja a lángot. Veszítja a lángot. Boldog a láng, boldog a láng, mely szíveknek mélyén lobogott. Boldog a szív, mely dicsőn múlt ki a világból. Boldog a gyufa, mely elég veszítja a lángot. Ás réhága frúr, senisztráv, vehicit, lehavott. Ás réha lehava, se bárá, beszít ré, levavott. Ás réha lehavott, se jáde úlak dol behavod, ás réhaga frúr, se nisraf, vehicit, lehavott. Boldog a gyufa, boldog a gyufa, mely elégve szítja a lángot. Elégve szítja a lángot. Van a társaságunkban itt körünk egy szenes rokon, Andrea, most fölkérlek téged, hogy emlékezzél most te. Szép jó estét kívánok mindenkinek. A szenes család nevében szeretném önöket köszönteni. Amikor beléptem ide a Rutkai Éva parkba, az első élmény, ami történt velem, és engedjék meg, hogy ezt megosszam önökkel, hogy a mellettem ülő ifjú hölgy megkérdezte tőlem, hogy vajon itt lesz az a 102 éves néni, aki két évvel ezelőtt itt volt, amikor az első ünnepséget tartottuk itt a Rutkai Éva parkban, aki együtt volt börtönben Szenes Anikóval. Nézek körbe, a nénit sajnos nem látom sehol, de ez rávilágított arra, hogy milyen fontos, hogy mi itt vagyunk, és mi mindannyian itt tudunk lenni ma este, hogy ünnepeljük unokanéném, Szenes Hannának a 94. születésnapját. Tulajdonképpen ez egy születésnapi ünnepségét, és én nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindannyiuknak. Hálás vagyok minden egyes embernek, aki itt van ma este. Tudom, sokan önök közül messziről is eljöttek ide, hogy itt legyenek ezen a fontos, csodálatos napon. Sokan elmondtak mindent,
sok mindent előttem már. Egy dologról nem esett szó Anikó munkásságát illetően, a naplójáról. Írt egy naplót, ami körülbelül ugyanolyan irodalmilag, talán még egy kicsit meg családtagként engedtessék meg annyi elfogultság, talán még jobb is, mint Anna Frank naplója, és valahol még sincs méltó helyén. Nagy örömömre szolgált, hogy amikor beléptem, a második találkozásom az volt, hogy a Mencs Alapítvány kiadásában ennek a naplónak egy részlete megjelent, amit egyébként kifelé menet ott a pultnál meg is lehet kapni. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Sokan nem tudják, ugye engem Szenes Andreának ismernek, akik ismernek, de nem tudja mindenki, hogy az én nevem Szenes Andrea Anikó, és a második nevemet Anikó után kaptam. És volt ez a napló, egy ilyen fekete-sárga csíkos könyv, talán az idősebbek látták, ami egész gyerekkoromban ott hevert, és én olyan furcsán rákérdeztem, hogy mondd apu, ki ő? És az elején olyan zavartság volt, és akkor elmondták, hogy ő Szenes Anikó. És valahogy azóta tart ez a küzdelem, hogy Szenes Anikó helyére kerüljön. Én nem azt mondanám, hogy kiknek nem kell szobor, hanem igenis azt mondanám, hogy Szenes Anikónak mindenképpen kell szobor, és akármilyen kormányok voltak, rendszerek voltak, valahogy egészen mostanáig engem ugye mindig minden ünnepségre meghívnak beszélni. Régen édesapámat hívták meg, most én állok az ő helyén, és valahogy nem tud a helyére kerülni. És ezért tartom nagyon fontosnak az ilyen találkozókat, hogy legalább nekünk, az embereknek fejében szülessen meg az a gondolat, hogy a Szenes Anikó élete mennyire magyar hős volt ő. Ugye, amikor azt mondják a versek, hogy hazám, akkor mindenki Izraelre gondol, de Szenes Anikó ugyanannyira magyar lány volt. Magyar költő lánya volt. A családi kapcsolat olyan egyébként, hogy édesapám Szenes Iván, apukája Szenes Andor volt. Ő a 30-as éveknek a népszerű dalköltője volt. Talán ismerik néhányan az Ott fogsz majd sírni, vagy Ma önről álmodtam, vagy talán a Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom. És Szenes Andornak volt a testvére Szenes Béla, Szenes Anikó apukája. Tehát a nagypapám Szenes Anikó apukájának a testvére volt. Nagyon érdekes, hogy ez a család tele volt költőkkel. Nagypapám Szenes Anikó, apukája Szenes Béla, és Szenes Anikó is nagyon-nagyon rövid életűek voltak, és ez alatt a rövid életek alatt ilyen csodálatos művek maradtak fenn utánuk. Nem akarnám türelmüket tovább rabolni. Édesapám kicsit kilógott Szenes Iván ebből a családból, szerencsére abban, hogy neki a Jóisten adott hosszabb életet, 88 évet, és született egy dala, ami az egyetlen olyan dala, ami a holokausztról, történelemről szólt, és én kicsit azt szoktam mondani édesapám halála óta, hogy az ő dalai, amióta meghalt, tudom, furcsán fognak hangzani, de számomra zsoltárok, imák lettek. És ez a dal, amit most hallani fognak Masa Tamás csodálatos előadásában, ez nem egy sláger, nem lett olyan, mint a kicsit szomorkás a hangulatom máma. Mindenkinek van egy álma, vagy a nem csak a 20 éveseké a világ, vagy a mond miért szerezte mást, vagy a kicsi gyere velem rózsát szedni. De ez a dal, valahogy akárhányszor hallom, érzem és előadjuk, mindig a zsidó történelem, az emberi történelem, a magyar történelem. Hiszen Szenes Anikó magyar lány volt, itt született, asszimilán zsidó családba született. És biztos vagyok benne, hogyha nem hal meg az édesapja, és nincs egy olyan helyzet, hogy az önképzőkör elnökének megválasztják, és az ember kamaszként nagyon-nagyon nehezen viseli az igazságtalanságot, akkor ma is élne. És ő lenne itt, aki 94 évesen, vagy ott ülne a nézőtéren éppen. És akkor is élhetne Szenes Anikó, ezen én sokat gondolkoztam, hogyha nem jön haza, tehát ha ott marad. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ez mindannyiunk életét áthatja, hogy az ember sokszor érzi azt, hogy a legjobb út közbe. Holott tulajdonképpen vagy itt, vagy ott, de valahol otthon kell lenni. És én kívánom mindannyiunknak és Anikónak is, hogy Magyarországon legyen ugyanannyira otthon, mint amennyire Izrael nemzeti hőse ő. Jöjjön akkor egy Szenes himnusz, amit fogadjanak nagyon nagy szeretettel, és kívánom azt, hogy mindenki, aki eljött ma este, és tényleg őszinte hálával a szívemben, hozzon sok szerencsét a ti életetekbe, hogy itt ünneplitek ezt a csodálatos születésnapot. Következik akkor Masa Tamás. Ki nem volt soha még, hogy szívből szomorú, nem tudja, mi a boldogság. Kit bánat alig ért, ki rosszat alig élt, jó sorsát az olyan, miért vennék komolyan. Én voltam odalent,
és voltam odafenn, és céloztam a kék eget. És voltam elesett, én épp úgy, mint a többiek. A gyűrölt napokat, a kétségbeesést, hogy tudnám felejteni. Az emlékeidet, magaddal cipeled, ha meg is tudtál bocsájtani. Ki volt már szomorú, úgy szívből igazán, és átvészelte bánatát. Az hangosan köszön, ha szembe jön a boldogság. Nézem a labdázgató kisgyerekeket, a kisbabát, ki épp az anyjára nevet, a sorsot megbeszélő nagy öregeket, és örülök, hogy béke van. Hallom a presszóból kiáramló zenét, s lesem a fiatalok hangos énekét, a várost elkápráztató élet ütemét, és örülök, hogy béke van. Ki nem volt soha még úgy szívből szomorú, nem tudja, mi a boldogság. Kit bánat sosem ért, ki rosszat alig élt, jó sorsát az olyan, miért vennék komolyan. Én voltam odalent, és voltam odafenn, és céloztam a kék eget. És voltam elesett, én épp úgy, mint a többiek. A gyűrölt napokat, a kétségbeesés, hogy tudhat felejteni. Az emlékeidet, magaddal cipeled, ha meg is tudtál bocsájtani. Ki volt már szomorú, úgy szívből igazán, és átvészelte bánatát. Az hangosan köszön, ha szembe jön a boldogság. Tamás, Anita, nagyon szépen köszönöm. Meg szeretném köszönni a polgármester asszony Holopnik Kornéliának, polgármester úr Tóth Józsefnak, Heizler Andrásnak, Szenes Andréának, Garai Robertnak meg szeretném köszönni, Dénes Gábornak, a zenekar együttesnek, Géza és Juditnak el kellett menniük, és őnek is nagyon köszönöm. Köszönöm a jó időjárást, azt nem tudom, kinek kell köszönni, mivel eléggé ateista vagyok, de köszönöm mindenképpen. Majd ön megköszöni helyettem. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek. És remélem, megérte, hogy eljöjjetek. És örülnék, ha támogatnátok az alapítványunkat, és holnap írjatok egy e-mailt. Ha nem e-mailezetek, írjatok egy levelet az Ádernak, hogy azt, amit a Mencs Alapítvány kér, mi támogatjuk. Igenis, legyen egy nemzeti hős kinevezése Szenes Hannának, és inkább az őszobrat tegyek a szabadságtérre, nem azt a csúfságot, amit odaraktak. És ha nem tetszik nektek itten, én Kaliforniában várlak titeket. Egy ebédre mindenkit meghívok. Nem egyszerre, nem egyszerre, egy ebédre, töltött káposztára.
Csókolom, sabácsalom. Akkor én szeretném András helyett is az örökkévalónak megköszönni, hogy ilyen szép időt adott. És szeretnénk megköszönni a Mencs Alapítvány elnökének, Geiger Andrásnak, hogy ezt a megemlékezést újra összehozta. Egy nagy tapsot kérünk szépen neki. Mert valóban évről évre, most már mi legalább 8 éve együtt emlékezünk meg Szenes Annáról. 5 éve? Na látod, én megörökbítettem magam. Úgyhogy akkor az Exodus című film zenéjével zárunk.